Üdv mindenkinek a csatornán, én Fanni vagyok, és igen, végre újra van videó. Most ez arra gondoltam, hogy legyen egy unboxing videó. Nagyon siettem, hogy így felállítsak mindent. Úgyhogy nézzétek el nekem, hogy narancsárga körül, ezt át akartam volna lakozni fehérre. Képzeljétek hozzá. Ugyanis most jött meg egy csomag a Root Cosmetics-től, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt most kibontom, és megnézem a termékeket, ugyanis megkerestek, és azt mondták, hogy szívesen küldenének nekem pár terméket, és én pedig mindenképpen ki szerettem volna próbálni, mivel ezek állatkísérletmentes termékek. Ugye ez egy viszonylag új márka, pár éve jött létre, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen a minősége. Nem is akarom tovább húzni az időt. Kezdjünk is bele, mert már nagyon izgatott vagyok. De azért volt elég türelmem hozzá, hogy a sminkemet megcsináljam. Fú, mert beszélni sem tudok már, olyan régen ültem a kamera előtt, nem mindegy. De azért volt elég türelmem hozzá, hogy a sminkemet megcsináljam, ahogy látjátok. Itt egy fésű. A hajamhoz már nem volt elég türelmem. Ja, itt az olló amúgy. Úgyhogy akkor el is kezdem kibontani. Nekem nagyon tetszik amúgy ez a felállítás így, és így mindent lehet majd látni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Annyira imádom! Na, így néz ki a doboza, ami egyébként iszonyatosan aranyos. Ja, és egyébként még azt el akartam mondani, hogy azért is nem tudtam olyan gyorsan összekészülni most erre a videóra, mert én azt hittem, hogy még egy pár hét lesz, mire megjön a csomag, szóval szerintem pont múltkor néztem, talán tegnap néztem, vagy tegnap előtt, és nagyjából egy és fél hete írták, hogy feladták a csomagot, szóval meglepően gyorsan itt van. Na de akkor bontsuk is fel ezt a csodát. Ja, ez tényleg nagyon hasonlít a Kylie Cosmetics-hez. Kicsit azért utána néztem, nyilván nem akartam egy olyan márkától rendelni, amiről nem tudok semmit. Szóval néztem róla azért videókat, és nagyon megnyerőek voltak. Úgyhogy... Na de nézzük is, mi van benne. Látszik ez rendesen? Remélem... Oké. Na akkor mondjuk kezdjük ezzel. Ez egy... smink radír, amivel le lehet radírozni a sminket, ha elrontod, vagy ilyenek. Mindjárt kibontom, és ki is próbálom. Ja, mondjuk most... Nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. Remélem fókuszál. Igazából fogalmam sincs, ez majd utólag fog kiderülni. Ilyesmim volt már az Essence-től, ami körömlakhoz van, úgyhogy ezért gondolom, hogy ez is be fog válni. De majd, ha lehet, hogy próbálok is minket, akkor kipróbálom, hogy milyen. Ez nagyon-nagyon jó, ezt annyira ki szerettem volna próbálni. Ez a Wishes Do Come True, ez ilyen primer. Fókuszál? Oké. Annyira jól néz ki, egyébként itt van kép az oldalán. Most már csak be kell szereznem egy jó alapozót hozzá. Mivel ugye én mindig BB krémet használom, de most már elegem van belőle, szóval alapozóra fogok váltani. Azta! Ebben ilyen... rose gold csillámok vannak. Nagyon durván néz ki. Nem tudom, mennyire látszik. Remélem látszik. De nagyon brutál. Nagyon jól... Jaj, a fejem! Ne fókuszálj a fejemre! Nagyon brutálisan jól néz ki. Asztal. És tök jó illata van. Olyan levendulás illata van. Nagyon-nagyon jó. Ez egy pigment. Méghozzá a Get On My Level. Mindjárt megnézzük, hogy milyen. Ha ki tudom bontani.
Mindjárt megnézem, hogy mennyire csillámos. Így kell kinyitni, ugye van benne egy ilyen kis védő. Hát viszont... Nem is tudom. Ehhez lehet a csettel kéne hozzányúlni. Lehet, hogy fel kéne vinnem az arcomra. Habár lehet, hogy ez egy rossz ötlet, mert elég csillámosnak tűnik. És már van rajtam highlighter. De mindjárt megpróbáljuk. Látjátok? Azt a rohadt! Ezzel óvatosabban kellett volna bánnom. Sokkal óvatosabban. Gyorsan szereznem kell... Gyorsan szereznem kell egy másik ecsetet is. Viszont ahogy így az ujjammal próbálom eldolgozni, nem jön le sok belőle, szóval szerintem ez elég jól fog tartani napközben. Tehát ez azért, ez így... Asztal. Nem tudom mennyire látszik, de élőben... Brutális. Az utolsó termék, ami itt van, az pedig 6 nude színű folyékony rúst, jól látom, tartalmaz. Ami elképesztően jól néz ki. Úgyhogy mindjárt kitalálom, hogy ezt itt kéne kivontani. Opa! Látszik, hogy régen videóztam. De gyönyörűek! Ne fejemre fókuszálj! Elképesztően jól néznek ki. Most azt nézem, hogy... ezeknek az árnyalata... az van külön, vagy nincs? Elképesztően jól néznek ki. Az illatuk is jó, úgyhogy ezzel nem tökre megfogtak. Most már csak ki kéne találnom, hogy melyiket próbáljam ki. Jó kérdés, ugye? De szerintem én most kipróbálom a kezemen az összeset, végül is ráérünk, nem? És akkor utána kipróbálok egyet a számom. Úgyhogy akkor mehetek a swatchok. Hát... a bal oldali a legvilágosabb, az őszintén szólva nem hiszem, hogy nekem jól fog állni, mert ugye elég sötét bőröm van. Ja, itt van rajta, Birthday Suit, az az árnyalat neve, és ez szerintem ez nem fog nekem annyira jól állni, de majd mindjárt meglátjuk, hogy milyen. Szerintem jó, ez is jól fog szerintem állni nekem. Azt hittem, hogy sokkal világosabb. Ez egy ilyen nagyon szép nude szín, de szerintem majd lehet, hogy egybe kéne megmutatnom nektek őket. De mindjárt kitaláljuk. A következő az a Naughty by Nature. Ez egy kicsit sötétebb. És talán ez már kicsit barnás, egy nagyon minimálisan. Vagy narancsos? Nagyon tetszik, ilyen pici kiszerelésük van, úgyhogy szerintem táskába tökéletes, vagy így akár zsebbe, az Undressed. Na ez már, ez kifejezetten barnás a képek alapján. Képek alapján? Mi képek alapján? Jézus Mária, tudok beszélni. Igen. Ez barna. Akkor nem ezt fogom szerintem most kipróbálni. Habár nem, ez sötét nagyon. Ezt most nem akarom. A következő az a Bare Bottom. Ez tetszik. Mindjárt kipróbáljuk. Ez a pószikéhez tökre hasonlít szerintem. A
Oké, már csak kettő van vissza a kitartás, de amúgy itt vannak. Going topless. Vagy topless. Amúgy nagyon hasonlóak a... Már mindegyik szín természetes, de mégis mindegyik más. Na, az utcsó. Ez a Nude Colony. Ez tetszik. Oké. Itt vannak az árnyalatok, és innentől kezdtem, és így haladnak. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon szépek, és a hétköznapokra teljesen tökéletesek, és egyébként mindegyik más. Azt hittem, hogy sokkal jobban fognak hasonlítani a termékek alapján, de így egyáltalán nem. Szerintem most ezt fogom kipróbálni a számom. Minőségre talán ez az, ami a legkevésbé jön be, de ugye én rúzsak terén nagyon válogatós vagyok, és egyébként a minőségén is, ez az, egy, az összes többinek nem lehet érezni, de ez az egy, aminek a minőségén kicsit lehet érezni, hogy, hogy azért ez nem egy high-end termék, de összességében szerintem teljesen jó, és én biztos fogom használni a hétköznapokra, főleg, hogy ilyen nagyon cuki kiszerelése van, és bárhol csak bedobom, és tudok vele menni. Úgyhogy ennyit tudok erről elmondani. Tartóságát nyilván még nem teszteltem, de majd szerintem arról is fogok a későbbiekben beszámolni. Úgyhogy igazából ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy élveztétek. Ha igen, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem vagytok. Illetve az oldalnak a linkjét leteszem a leírásba, és akkor ti is meg tudjátok nézni ezeket a termékeket magatoknak. Nem is akarom tovább húzni az időt, mert hatalmas nagy kupi van most a szobámban, úgyhogy még rendet kell raknom. És... találkozunk legközelebb, remélhetőleg egyébként lesz majd videó, most hamarosan letudom a sulis dolgokat, és utána visszatérek, mert már nagyon hiányzik egyébként, hogy kamera előtt ülhessek. Találkozunk legközelebb, sziasztok!